Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Most egy olyan szekció következik, ahol az édesítőszerek, méghozzá az energiamentes édesítőszerek kerülnek előtérbe, azoknak a hatásai, esetleges mellékhatásai, az ebben megszületett állásfoglalások. Tulajdonképpen olyan az oldalról közelítem meg, amivel foglalkozom is, hogy hát az elhízás kezelésében a szénhidrát bevételnének milyen szerepe van. Ilyenkor szokás ugye egy ábrát levezíteni arról is, hogy az elhízás hogy áll jelenleg. Hát tetszenek látni, hogy ugye Amerika áll az első helyen 35,7%-kal, Mexikó 30%-kal követi, és a harmadik helyen itt van Magyarország. A Matos főorvosnőik csinálták az OTÁP-nak a 2009-es vizsgálatát, és 28,5%-ot találtak a 30-as feletti BMI vonatkozásában. Az OECD országokról szól, mondjuk úgy csak összehasonlításként, hogy Indiában ugye 2%, Japánban 4% az elhízás, tehát sok minden verzió van. Az Egyesült Államokban ugyanakkor a túlsúly az csökkent, ami nem egy kedvező dolog, pláne ha az obeziti paradoxonra gondolunk, amiről most nincs idő kifejteni, magyarul jobb lenne, ha a túlsúly lenne több, és az elhízás kevesebb, hiszen a túlsúly bizonyos betegségben védelmet jelent a túlélés tekintetében. Sajnos gyerekkorban is egy fokozott előrehaladás van, 16,9%. Annyit még az obeziti paradoxonról azért így egy mondatban csak, hogy sokan azt mondják, hogy ezek a vizsgálatok BMI-vel történtek, és nem haskörfogattal, ugye ami a viscerális obezitás jelzi. Az Interhealth Study-ban kimutatták infarktusos betegekben, hogy a haskörfogat férfiakban kétszer, a nőkben nyolcszor jobban jelezte a kockázatot, mint a BMI, tehát itt még újabb vizsgálatokra lesz szükség. A diétára vonatkozóan 20 éve szorgalmazzák a világon ezt a low-fat zsírszegény diétát az Amerikai Kardiológiai Társaságnak kezdeményezésére, ami jó arra, hogy a koleszterin szintet ugyancsak mérsékelten, de csökkentse meg az ISB-t is, de az a privilégium, amit élvezett, az megszűnt a low-carb-bal szemben, ami a második hullámban előkerült a diétás kezelésben. Most is érvényes az mindenhol, és az amerikai újraállás is azt mondja, hogy elsődleges a kalóriabevitel csökkentése, tehát az energiadeficit, viszont a populáris méretű felmérések, például a Nurses Health Study bizonyította, hogy a magas glikémiás indexű szénhidrátok hízlalóak. A USA-ban ugye az történt a 70-es években, hogy a infarktus epidémia miatt bevezették a zsírcsökkentő étrendet, és a 1970 és 2000 között az emberek zsír helyett inkább szénhidrátot ettek, és 14,7%-ról 30%-ra nőtt az elhízottak aránya egy finomított szénhidrátdús étrenden. Azóta több mint 60 study és metaanalízis bizonyította a low carb high protein előnyét, legalábbis fél éves időtartamban, egy éven túl sajnos már nem, meg az, hogy 3-4 kilóval többet lehet fogyni egy low carb high protein diétával, mint egy low fat diétával. Tehát itt az, hogy most az édesítőszerekre gondolva, hogy mennyi szénhidrátot viszünk be, és hogy elégítjük ki a szénhidrát éhséget, annak a szénhidrát bevitellel kapcsolatos irányelveknek is szerepe van, és itt van itt a MOMOT ajánlásunk, amit délelőtt már levetítettem, hogy 55 helyett 45% szénhidrátot javasolunk, a fehérjékből 25%, főleg növényi fehérje, tehát szója, magvak, egyes sötétzöld zöldségek formájában, csak a vesebetegeknél kell vigyázni, ott konzultálni kell a nefrológusokkal, és hát tulajdonképpen a célkitűzés az reálisnak kell lenni, 10% fogyás egy fél év alatt, és mi azt javasoljuk hivatalosan, hogy ezzel a diétával kezdjünk hosszú távon egy fél évig. Megszerezzük ezt az előnyt, és fél év után már adherencia függő, hogy mi történik, mert nagyon kevés beteg tudja a szénhidrátszegény diétát tartani, meg akármilyen diétát tartani fél év után, és akkor a testsúly fenntartására kell a hangsúlyt helyezni.
Más ajánlásokban nem egészen ezek vannak. Ugye ma délt a Szolár professzor úr beszélt az amerikai két kardiológiai társaság és egy obezitológiai társaságnak az ajánlásából. Itt ebben minden esetre megszűnt az a privilégium, ami a low-fat diétának, ami eddig a kardiológusoknál volt, most már ekvivalenssá vált a low-carb-bal, és akkor ők kiemelték azt, hogy három olyan fajta étel van, amit kerülni kell. A high carbohydrate, a low fiber és a high fat foods. Tehát a magas zsír, a magas szénhidrát és az alacsony zsírtartalmú táplálékok. Ugyanakkor azt is kimutatta ez a, nem is kimutatta, hanem összefoglalt ez az amerikai kardiológusok által készített ajánlás, annál a lipidológusok például kiszálltak az aláírás előtt, hogy több mint 20-nyi különböző tápanyagösszetűrőtételű diétával akkor lehet csak fogyni, hogyha energiadeficit jön létre. Egyet nem emeltek ki, de a jelentésben benne van, hogy ilyen 13 tápanyagösszetételű diétánál csak egy volt high evidenciájú, amikor higher protein és low carbohydrate volt, de ezt ők nem tekintették úgy, hogy ezáltal kiemeljék ezt a low carb, high protein diétát, amit mi ajánlunk, és nem csak mi, hanem az Európai Elhízást Tudományi Társaság, aki Astrup professzor vezetésével a 2010-ben a high protein, low carb diétát javasolja a low kalóri mellett, persze azt mindig ne felejtsük el mondani, az elhízás diétás kezelésében. Ezt az ajánlást már ugye láttuk, és akkor, bocsánat, rossz irányba megyek, azt hiszem. Igen. A cukor, ugye a szénhidrátnak egy része, a cukorbevitel, aminek sokan azt gondolják, hogy főleg az üdítő italokban kerül be, de a mérések kibizonyították, hogy nem, hanem nagy részt az édességekben, és az otthoni ételkészítéshez felhasznált cukor járul hozzá a cukorbevitelhez, és ehhez képest az üdítők csak kisebb részben, 1,5-2%-ban szerepelnek az energiabevitelben. Ugye az édesíz az egy fontos dolog, az annak a kívánása, kedvelése velünk született, ez a korral kicsit aztán csökken. A hozzáadott cukor fogyasztása országonként is különbözik. Európában, például Spanyolországban mondjuk 50 g, Hollandiában 130 g, átlag 91 g, Magyarországon is valahol e körül vagyunk, mindeneset a irányadó 10%-os napi bevitel alatt vagyunk egy kicsit a cukor bevitelből. Ez az ajánlott érték, ugyanakkor az amerikai kardiológusok 5%-ot javasolnak. Most itt tárgyalagosan el kell mondani, hogy a cukorbevitelnek van kedvező hatása is, és vannak kedvezőtlen hatása is. A kedvező hatások közül ugye az, hogy a agyi energiaforrásként szerepel a cukor, a fizikai terheléshez szükséges lehet, és miután ezt a boldogság hormont ugye emeli a szerotonin szintet, ami hát tulajdonképpen mint egy idézőjeles antidepresszáns is mondható, de a kedvezőtlen hatásai azok nagyon lényegesek, hát a fogszúvasodás az direkt összefüggés, de kijelenthetjük, hogy a cukorfogyasztás is elhízáshoz vezethet, miatt a gyorsan felszívódó cukorból zsírsavak keletkeznek, ami lerakódik, és így akkor a zsírdepók fokozódnak. Kicsit vita van a diabétesz körül, nagyon sokáig azt mondták, hogy a cukorfogyasztás a diabétesz nem fokozza. Én személyes véleményem szerint igen. A cukorbevitel viszont részben kiváltható, energiamentes vagy alacsony kalóriái, biztonságos édesítőszerekkel készült termékekkel és italokkal. Most itt fel vannak sorolva az édesítőszerek, ennek egyik csoportja az energiát nem szolgáltató leggyakoribb édesítőszerek, hogy mesterséges, non-nutritív, low-calori, non-calorik, intense, sweetenerek, ezek közül, ezek minket mindenki jól ismeri, szaharin, ciklamát, aszpartán, acesulván, és a stíviáról majd még mondanék egy-két szót arról, hogy ez természetes-e vagy nem.
És hát vannak egyéb, ezek nem a mai előadás témái, energiát szolgáltató édesítőszerek, főleg a szilit és a társai. Ha a szaharíról, itt pirossal kiemeltem, kevés időm van az előadása, hogy már a múlt századból megy 3-400-szor édesebb, mint a cukor, egy fémes keserűízt adhat, és hát tulajdonképpen mind a négy ilyen édesítőszert állandóan időnként támadják, patkán kísérletben nagy adagban hólyagrákot okozott, vagy pedig kombinációban is napi 600 tablettát kéne bevenni egy embernek ahhoz, hogy az emberben is produkálni lehessen. De a leglényegesebb, legfontosabb, legszigorúbb ilyen illetékes szerv a Food and Drug Administration az 2001-ben, aztán 2010-ben sem tudta megerősíteni ezt a daganatos mellékhatást, és forgalomba tartja. A ciklamát az inkább kombinációban van forgalomban a szaharinnal, és akkor így együtt szintén értéktámadások és értékfelmentések. Újabb szer az acetilszulfán, ami már 67-ben ugyan felfedezték, és 200-szor édesebb a cukornál. Ő is kombinációban van inkább forgalomban. Elsősorban aszpartámmal kombinálják, mondjuk van egy üdítőital, amiben egyik aszpartán, vagy a másik aszpartán plusz acetilszulfán együtt, és akkor ezzel az ízén változtatni, vagy javítani lehet. Itt is volt neoplazma gyanú, de az FDA és az Európai Uniónak az illetékes bizottsága elutasította ezt a feltevést. Az aszpartámot az 65-ben fedezték fel, Európában 83 óta használják, ez 200-szor édesebb a cukornál, ez még aszparaginsav, fenolalinból és a májban emellett még keletkezik metilalkohol is benne, olyan anyag, ami egyébként a természetben, a táplálékban is előfordul. Na itt azért meg kell jegyezni, hogy van egy kicsi energiatartalma, 4 kalória per gram, de miután 200-szor édesebb a cukornál vagy aszpartánnal kombinálják, olyan minimális mennyiség is elegendő mellette, hogy ez kalóriában igazából nem mérhető bevitelt jelent. Ha a hőhatása csökkenhet az édesítő erejéről, különböző vélemények vannak, mindesetre rengeteg termékben van, mintegy 6000 termékben használják, ételekben, italokban. Ugye megvan adva az irányadó napi bevitel, ami 40 mg per testtömeg kilogram. Amikor arról beszélünk, hogy egy ilyen édesítőszer árthat-e, vagy biztonságos-e, akkor azért hozzá kell tenni azt, hogy a megengedett, javasolt irányadó bevitelben van, vagy nincs ilyen mellékhatása. Azt ismeritek, hogy a fenilalanin tartalma miatt a fenilketonúria esetén nem alkalmazható, ez erről van szűrés a csecsemőkorban. És hát a népszerűsége miatt azért a viták keresztüzében áll, amit sokan a metanollal magyaráztak, de hát ahogy említettem, ez a táplálékban is jelen van. A támadások azok odáig mentek, hogy van, aki azt mondja, hogy 90 fajta mellékhatása van az aszpartánnak, rákkeltő, agykárosító, mérgező. 1981-ig meg is tudták akadályozni a forgalmazását, az FDA nem engedélyezte, de azért már közben mindig vitatták, hogy ezek nem elég evidence-based, megbízható vizsgálatok, és 1981-ben aztán engedélyezték. Régen elnök volt akkor az elnök, aki éppen akkor kicserélte az FDA igazgatóját, de ezt nem pró, se nem kontra mondom, csak véletlen összeesés lehetett is. A vizsgálatok szerint viszont kizárható, hogy az aszpartán nem okoz génkárosítást, nem okoz rákkeltő hatást, és nem okoz agykárosító hatást. Ugye ezek vonatkoznak a megengedett dózisra, 40 mg per testsúlykilogramra, és csak felsorolok egy pár nagyon komoly szervezetet, aki ezt most alátámasztotta, az FDA-n kívül az Európai Uniónak a megfelelő bizottsága, olyan lapok, mint a Circulation vagy a Diabetes Care-nak az új cikkei jelentek meg erről, az Amerikai Szív Társaság, az Amerikai Diabetes Társaság, a Magyar Diabetes Társaság, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, és elnézést kérek, ez durva hiba volt, de Dietetikusok Országos Szövetsége, és a Martos Főrös asszony által, főigazgató asszony által vezetett OIET-nek az állásfoglalása is hasonló véleményen van.
Még egy dolog azért itt van most a aszpartám körül, mert egyes újabb vizsgálatokban azt mutatták ki, hogy cukorral jobban fogytak az emberek, mint édesítőkkel. Ezt egy bizonyos neurológiai magyarázattal próbálták alátámasztani, azzal, hogy az aszpartán növeli az étvágyat, mert az agyban a dopamin rendszerben, ami inzulában, amigdáliban van többek közt, nem tudja azt a jó lakottság érzést kielégíteni, mint a cukor, kérdőjel. És akkor, hogyha éhség van, akkor ugye több lesz a kalóriabevétel, és akkor lehet egy hízás. Na most azért azóta ezt nagyon erősen vizsgálták ezt a kérdést, és itt én felsoroltam öt irodalmat, a Clinical Nutrition-ből, aztán egy másik Nutrition Labból, ami hogy elősegíti a fogyást az aszpartán, hogy ha cukort kiváltására egy ilyen non-nutritive sweetenerrel csökkenti az energiabevitelt és fogyás következik be, jobb a súlytartás és ilyen édesítőszerrel, vagy minimum az, hogy semleges hatású. Itt van még a stevia, akit itt a diát, amikor készítettem, azt írtam, hogy természetes édesítőszer, de energia- és szénhidrátmentes. Itt volt egy kis miniszimpózium az előtérben, ahol a Martos főorvosasszonynal beszéltem, és ezt neki mondtam, ő azt mondja, hogy szerinte a stevia levél az természetes édesítőszer, de a stevia glikozid az mesterséges édesítőszer. Egy másik vélemény meg azt mondja, hogy legfeljebb azt kéne mondani, hogy természetes eredetű élelmiszer. Ez azért egy kicsit elvi kérdés, én egyébként nem vagyok illetékes, hogy ezt eldöntsem, vagy ezt finomítsam. Ez egy régi dolog, ezt a levelét, ha megeszi valaki, akkor természetes édesítőszerként eszi meg, de hát nem ilyen formában forgalmazzák. És ennek az engedélyezése is elhúzódott, egész 2011-ig engedélyezték először, 5 mg per tesszúlykilogramm a megengedett beviteli érték, és hát a stevia több fajta formában van, tealevél, porcsepp, tabletta, teák édesítője van, nem akarok mondani terméknevet, jól ismertek ezek, élelmiszerek, italok édesítője is, és ugyanakkor diabéteszben is felhasználható. Amit elmondtam, azt a piros betűkkel megpróbálom összefoglalni, tehát hogy a diétás kezelésben elsődleges az energiadeficit elérése, de a magas glikémiás indexű, amik 70, ez itt rosszul van, vagy 70-100% között vannak egyébként a cukora, mint a 100%-ra, szénhidrátok bevitelének a csökkentése is fontos. A cukorbevitel hazánkban a határon belül van, de szükség esetén kiváltható energia- és szénhidrátmentes édesítőszerekkel, és itt akkor most nem mondom azt, hogy természetes vagy mesterséges, ezek nagy része mesterséges, és ezek mindegyikéről a hatóságok többször megerősítették, hogy a javasolt dózisban biztonságosak, nem növelik az étvágyat, és azonos kalóriabevitel mellett, mert a sok vizsgálat azon bukott el, hogy édesítőszert adtak meg cukrot, de az egyik társaság az ugye többel közel megemelte a kalóriabevitelt, és így más eredmény jött ki. Így tulajdonképpen ezek az édesítőszerek egy low kalóri, low carb, low GI, high protein diéta kivitelezéséhez segítséget nyújthatnak. Én körülbelül 10-15 éve szedek napi 8 aszpartamot a 4 kávémhoz. Egyik mellékhatás ért még el engem. De ez szubjektív. Kérem szépen, és ez egy ilyen zárókép, ugye erre lőni kellene a szokásos felfogás szerint egy ilyen képre, de hát itt csak annyit jeleznék meg, hogy ugye ez, ha valakinek nem tetszik, kiváltható energiamentes édesítőszerrel. Köszönöm szépen a figyelmüket!